Live, uo, jung, élő. Remélem, hogy működik a wifi. Az ebbit kihúzgáltam a cuccokat. Mondom, letelepítem a tetejéről, a hűtő tetejéről azt a LED csíkot, amit volt sokáig, meg a pókot is nagyon basztam, amit volt a hűtő mellett. Kihúztam a T-dugót, visszaledugtam a wifit. És remélem, hogy akkor... Szia, Deli Peti! Itt vagyok, ahogy óhajtottam. Egy kicsit upgrade-eltem a világítást az előszobában, meg a izébe is. Amint látható, és fenn van egy ilyen mozgásérzékelő szerelve, hogy most mérem érzékelni a mozgásomat. Már beszart volna. Ja, most, hogy eljöttem, most kapcsolódott fel. Hát ezt így sikerült belőnöm, ugyanis itt még, ha szobából kijövök és megyek a fürdőbe fele, akkor ott nem kapcsolódik fel állandóan. Néztem, hogy hova lehetne rakni. Hűtő oldalára tettem, akkor állandóan felkapcsolódott, még ha visszatükröződött a mozgás itt a ablaküvegbe akkor is. Úgyhogy ezt itt találtam a legjobbnak. Ez ide vet egy fasz a kis éjszakai fényt. Ugye itt van a gombácska, amit azért elég jó fény csinál, és totál lekapcsolom ezt a villanyt. Már csak molett sziluettek vannak. Szia, Dániel, Szikora! És egy másikat is, ugye meg kettő ilyen lámpát vettem, ilyen mozgásdetektort, azt meg felraktam ide a konyhába. Hát, milyen faszán működik? Gyűvök, és már is ad nekem itt annyi fényt, hogy itt a éjszaka konyhai főzőbe én tudjak vizet csapolni, vagy akármit. Úgyhogy, ha meg mégse elég, akkor meg ugye fel lehet kapcsolni a villanyt a főzőbe, vagy a konyhába. És kész, úgyhogy most upgrade-elem itt a szobát. Voltak itt a tesómék, mert kölcsön kértem tőlük a porszívót. Miatt a kezem eltörtem, azóta nem volt rendesen kitakarítva. Úgyhogy mondom, most már akkor tényleg ideje, mert... Na, ott teszek bent a szobába, padlószőnyeg van, na, akinek van padlószőnyeg, azt tudja. Integessünk vissza. Úgyhogy, mi van, most szombat délután van. Tehát most mindenkinek itt kell lennie, mert jövök. Na, úgyhogy most az következik. Ezt lekapcsolom, meg ezt is lekapcsolom, hogy upgrade-elem a... Látod, milyen frankon működik? Na, kitakarítottam a szobát. És... A szólógitárt elraktam időközben, mert... Nem nagyon használom, inkább a billentyűt vettem elő, és azzal kreatívkodtam itten. Forgass el az anyád a telefon, tehát hülye vagy? Dehogy forgatom. És akkor most megpróbálom felaplikálni ezt a LED szalagot, ugye, amit mindannyian jól ismertek, ide a tévének a hátuljára. Na, anyád az elemlámpa. Ide kéne felrakni, Chromecast be van dugva, nem nagyon akarnám széthúzgálni. A paraszt megoldás, hogy mindig megismerjük hátulról, melyik a megfelelő jackkajzat, másikat le kell szikszalaggal ragasztani, azt jó napot. Most ezt fogom itten tákolgatni, mondom addig is, mert ugye unalmas, mit csináljunk hát. Live-ozzunk. Csak kell nekem még egy lámpa. Mint egy videólámpának ide. Ide kiraktam a konyha sarkába. Mert hogyha én ott elkezdek szerelni, ott a sötétbe, akkor ti abból nem fogtok látni semmit itt a live-uba. Ugye milyen szépen elragoztam a izének a címét. A live-nak a címét. Live uo, jung.
Aha, ez mind szép és jó, csak hova dugjam le ezt a lámpát? Haha, ahogy ezt Móricz kell elképzelni. Nem elég, hogy egykezű vagyok, de még így is. Másik kezembe a telefont fogom tartani, harmadik kezemmel lámpát dugok, és úgy igyekszem itten majd helyezkedni, hogy hí, mekkora fény van, hogy ne verjek le semmit. Na, nektek kéne keresni valami állványfélét. Itten jó. Aj, tökéletes, szerintem jobb nem is kéne. Majd néha megnézem, hogy mit írtok. Úgyhogy írjatok csak nyugodtan. Mi kell még a művelethez, Six alak, kérem szépen. Először is le akartam törölgetni a tévét. A nedves törlőkendővel, mert akkor jobban ragad rá. Az elejét már múltkor letöröltem, meg a talpát, így portalanítottam. Minden ilyen ragaszgatás előtt megéri áttörölni. Előbb nedvessel, aztán szárazzal. Igazság szerint ez a lecsík, ugye ez öntapadós. Tehát nem kéne egy szikszalaggal szittyögni, de én soha nem próbáltam a saját öntapadóját, mert úgy voltam vele, hogy ha meggondolom magam, mégse ide jó, hanem máshol át akarom telepíteni, akkor sokkal könnyebb azt a pár szikszalag csíkot eltávolítani, mint sem úgy, hogy a 3M, ha leszedem a hátát, akkor már ugye utána nem nagyon lehet a szórakni, úgyhogy meg ha feldobtad a talpát, a hátulját, akkor utána mivel csinálod vissza? Jaj, de veszélyes lett ez a billentyűzet itt. Ez a midi billentyű? Várj, nehogy már egyszerűen ez nincs szikszalagom. Ó, de hogy nincsen. Piros, fehér, fekete. Fehér az jobb hozzá, mert hogyha átizélem a ízét, Hunakation! Ellopódott. Na mindegy. Széttépjük kézzel, ha tudjuk, nem tudjuk. Nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk. Szia, Pietko Miklós. Ízéje van ennek-e? Rákja. Tamás szere live-ba. A fácsebúkon. Milyen vérű cucc van ezen te. Na leszettem egy kilométer. Jaj, de jó ragad, de jó. Ragasztó szagalom. Szóval van ennek a cuccnak. Na. Akkor is kéne a kés, mert hát szelni szoktam. Hol vagy, hely? Nincsen a szemüveg. Hol vagy, jó fiú, hova már? Nincsen a szemüveg. Basszus. Mit láttam vele utoljára? Na. A halvány lövésem sincs, hogy hol van a szike. Szike, ezért hozok egy kést a konyhába. Azt mondja, hogy... Ez mi? Amivel szalonnázni szoktam. Ez jó lesz.
Igen, eszem szalonnát is kicsikét. Szerelés agyfasz. Á, most nem agyfasz azok, inkább úgy gondoltam, hogy szépen itt apránként ide készítek minden távirányító, tápegység, dimmer, akármi, szépen felorsóztam itt a cuccot. Épp azt akartam ide jönni. Bárcsak nagyobb hely lenne itt hátul. Mert a tévét kifordítottam. Na, hát lehet jó lenne kihúzni ezeket a csatikat, és akkor nem kéne vele küszködni. Ugye? Chromecastot, meg a fejhallgatónak a csatiát egyszerűbb utána ledugni. Szevasztori Tamás, kezdődik az agybrészerelés. Nem, csak ezt a LED csíkot akarom végig ragasztani igazából. Eztet. Milyen szépen felorsóztam. Hát ez 3M-es, amint látszik, tehát üntapadaus. Hol kezdjük, hol kezdjük? Azt mondja, ha ezt kifordítjuk, akkor jobb oldalra fog esni ez az egész rondaság. Ami nekünk jó, tulajdonképpen, mert akkor az egész vezérlőegység, ugye a dimmer, meg a távirányító, az ide fog esni jobb oldalra, és akkor a távkapcsolóval az könnyű le meg felkapcsolni, viszont így ronda, mert akkor nem takarja semmi. Tehát, hogyha inkább innen kezdem el, erről a végéről, akkor egy kicsit rejtve lesz, de nem leszek lusta kikapcsolni kéz, és akkor itt el fog bújni valahol a izé között itt a öntapadaus, igen. Úgyhogy akkor csak kezdjük innen, szerintem. Jó, ez van, még mindig van izéke. Öcsém. Mind a két oldala tapad, vagy mi? Mint a videóton szerele. Na várjál, te fiú. Mert azért én még jobbára mindig balkezes vagyok. Igaz, hogy már csomó dolgot azért jobb kézzel csinálok. Ki tudtam porszívózni. De jó meleg itt ez a lámpa. Azt mondja, hogy kés. Nyissz. Még egy csík. Nyissz. Még egy csík. Nyissz. Szóval, hát ugye már nem is live-oztam egy pár hete. De legyen van cseszmény. Nem hagyom magam. Járok gyógytornára Dabosra. És egyre jobban gyógyul. Most már tudok olyan trükköt egyébként, hogy elérem a fejemet egy kicsit. Hát azért még mindig nem hajlik eléggé, de ami késik, nem múlik. Állítólag jó lesz az, csak adni kell neki. Karácsonyra már cigány kerekezni fog szerintem. Na! Most jön a Google Overzendor. Azt mondja, hogy onnan kezdjük. Itten jó lesz. Tévét megtámasszuk, hogy... Ja igen, csak nem számoltam bele, hogy a csukló meg nem fordul el. Na nem baj. Majd úgy csináljuk, hogy jó legyen, ugye? Ugye ti is így gondoljátok. Mert én igen. Kicsit letekerünk az orsóról. Ez nekem olyan szépen fog itten világítni, hogy jó. Útban van a karom, ne törődjetek vele. Engedjétek el a látványt. Úgyis az a lényeg, amit mondok. Nem számít, hogy ez egy csidejó.
és sikerüljön meg megfogatnom. Na! Szia! Zsigó Bálint, ifjabb Zsigó. Megkezdtem ilyen hátulján, hátulról nézve ronda, de majd előről szép lesz. Inni. Meg még ott, meg még ott. És akkor jön felrül le, meg leerül fel. Na. Megint vágunk pár csíkot. De jó fogja ez a szikszolog, mert hűtő oldalán is olyan jól megfogta, hogy bírtam leszedni. Nyisz. Hagytam visszakunkorodni. Jó lesz, azt majd meglátjátok. Olyan fényes lesz. Mindig ezzel a világítással vagyok megállva. Nem baj, télen az ember ráér vele így kísérletezni, mert 10 órán át van világos, és 14 órán át sötét. Úgy bizony. Na. Miért fütyülök én Kovács Katit, nem tudjátok? Ez lehet, hogy már ilyen olyan betegség, bazzak, hogy együtt jár, a korral jár, vagy nem tudom. Most ez beakadt a fejembe. Most milyen hosszú. Nem is olyan könnyű befordulni derékszögbe vele, he? Ugye? Nem baj. Megcsináljuk. Középen is megfogadjuk. Stabil legyen, mint stabil Gyula. Ide rakunk még egy ilyen megfogatót neki. Hátulra jó csúnya lesz, de üdvözl apa is, jó munkát. Köszi, én is üdvözlöm majd. Majd egyszer, ha öreg leszek és bátorba járok, majd akkor meglátogatlak benneteket. Jaj! Azt mondja, hogy... Oké. Megint vágunk egy pár csíkot. Éne. Például Lászi csoportba ismered Lászit szerintem? Nem baj, ha megosztom pár csíkot? Osszad, hát... Ha meg tudod osztani innen csoportból, akkor osszad. Szerintem... Lászi bácsit, hogy ne ismerném még abból az időből, mikor még Kuhár Bencéjék élőben videóztak, live-oztak, akkoriban volt ő sokszor benne a műsorba. Ugye, vagyis legalábbis említés szinten, de így rémlik még azért. Nem volt az annyira régen, gyerekek. Úgyhogy nyugodtan meg szabad osztani a videót, amennyiben úgy van beállítva a csoportbeállítás, hogy meg lehet belőle osztani. És mivel nekem mindkét kezem el van foglalva, illetve megy a live, én most nem tudok olyat csinálni, hogy most a beállításokat turkálni, ha esetleg nem az lenne a default mód. Ide is rá egy nagy izékét. Nem tudom hátul az egészet, hogy milyen ronda. Videópartiba persze. Na! Azt se tudom egyébként, hogy mi az a videóparti. Még ezt nekem nem magyarázta senki, hogy az mi ellen van. Csak látom, hogy néhány ismerősed éppen videópartizik, és akkor csatlakozhatsz. Az mire jó? Mert sose láttam, hogy élő videókat nyomtak volna partiban, mindig csak ilyen
előre felvett cuccot, és na most már csak a lefele jövőt kell megoldani, az már viszonylag könnyű, mint a pihe. Ahogy egy kamionos barátom mondta, akkor a három mázsas káveres ládát cipeltük, hogy könnyű az, mint a pihe. Na, magyarázd csak el akkor, hogy mire jó a videó. Azt hiszem, mai napig élőzik, csak Twitch-en. YouTube-ra már csak videókat fog felrakni. Hát én meg, hogyha így van kedvem, akkor most bekapcsolom. Azért, mert itt egyszerűbb, igaz, hogy YouTube-on is ugyanezt meg tudnám csinálni, hogy akkor nem Facebookról indultam a live-ot, hanem YouTube-ról. De annyira nem komoly a videó, hogy most ennek a YouTube-on legyen a helye. Hát YouTube-ra inkább az olyan live-ok illenek szerintem, amikor ott OBS-ből streamel valaki, mit tudom én, van valami téma, ami tényleg olyan emlékezetes, vagy mit tudom én, meg szeretné őrizni az utókornak, és akkor hát mondjuk úgy olyan, hogy komoly előadásoknak való. Azt mondja, közben olvasom. Olyan, ha te indítasz egy videót, egy élőt, és a csoport beállítása engedi, akkor kifele tudom közvetíteni, mint videóparti indító. Közben te csinálod. Aha, értem. Oké, okay. Szia Lajkó Ferenc. Szóval akkor ez ilyen dolog. Az jó, mert végül is akkor több csoportban lehet szimultán ugye, nézni a live-ot. Annak is, aki itten nem csoporttag. Na! Ez annyira ronda lett, ahogy illik. És ide vissza szeretnék egy kicsit kanyarodni, ide az elejéhez. Itt még egy jó pár helyen megfogatni. Nem is baj, hogy erről az oldaláról kezdtem, most jut eszembe, hát hiszen még ezt az orsót is, ugye, amit nem tekerek le, azt el kell rejteni itt hátul, ugyebár, és ez pont jó lesz. Na, még egyet ide a végére, hogy mindenki táncoljon. Na! És akkor most úgy van felaplikálva a TV hátuljára, ilyen rondán. De remélem látható, négy szög alakba, három-három darab szikszalaggal keresztbe. Itt van, innen fog lelógni az orsó. Ezt szépen befordítjuk a dolgokat. Hát lehet majd egy-két helyen elengedi a szikszalag, de azért remélem, hogy mivel nincs itt földrengés felénk olyan sok, olyan gyakran, ezért majd az is. Hogy rakjam a kamerát, hogy jobb legyen. Nem tudom, úgy rakni a kamerát, hogy jobb legyen, mert most be fogom fordítani a tévét. De vissza kell dugjam a hangot. Így van. Ez a fülhallgató és a Chromecast, sose tudom melyikbe volt. HDMI 1, 2, jó, akkor lesz a kettesbe, tök mindegy. És akkor ezt is meg kéne táplálni, ugyebár? Na, azt mondja, hogy jön ez össze. Majd tárpja. Megvan egy ilyennyi. Ide jön a táp. Ez a cucc megy a kábelköteg végére, ez pedig az infra érzékelője, ez a távirányítóból. Tényleg itt keresünk egy konnektort, hogy valahogy jó legyen. Nem jó a dédó, nem jó helyen van. Alig bírtam belenyomni a Chromecastot ebbe a T-dugóba. Az egészet kihúzunk.
Így belemegy, vajon? Bele kell neki. Mert ebben meg van egy olyan csapi. Na, eléggé gavajodás lesz itt. Jó emberek. Aha, ott a tüske. Lehet, elbasztam. Nem vettem figyelembe, hogy ennek egy kicsit le kéne húgnia. És amikor fel volt otthon rakva, akkor meg egy ragasztóval beöntöttem ezt a szart. Ez a forró ragasztóval, amit nem is távolítottam az autósról. De mindjárt eltávolítom. Tehát forró ragasztóval volt felragasztó szekrény oldalára. Lejött. Az alien szaliva. A nyálka. Ja. Akkor befordulsz. Az orsót azt ide ellógatjuk. Legyen útba. És akkor nem muszáj neki itt lenni elől csatlakozónak. Remélem, oly mindegy neki, hogy így vagy így van bedugva. Mert csak már hogy forog a csuklom. Ennyit van. 90 forogba forog. Forogba forog? Anyád. Itt írtok közben. Irén Márta, szia. Megjavult a cset? Na. Nem tudom, szerintem az nem látja ki nem csoportok, mert Lászi csoportban látom, hogy megy, de nem hiszem, hogy nem tudom. Na, hát. Megjavult a cset. Igen, azt gondoltam, hogy mivel hogy a csoport az privát, ezért tényleg csak azoknak kéne azt, hogy vetítse, akik hát, valami nem stimmel, vagy az összerugás nem jó. Ez lesz a jó. Ugye? Úgy látszik. Hát persze, hogy látszik. Most már látszik, hogy úgy lilán dereng. Mögötte. Megjavult a cset. Ó, te fiú. Amál lesz sejtelmes. Jó. Ott a kis értet a kanéna. Nem tudom, hogy ez a kapát küld ki fel a fejedre. Ez az orsóban mit csináljak, amit helyezkedik el hátul? És ledezik itt. Mert ez azért még világít. Ó, kis RGB led. Most ahogy a videón is látszik, ez ilyen lilás színt ad. Pedig ugye elméletileg, amikor mind a három led ég, a piros, a zöld és a kék, akkor neki fehér fényt kellene árasztania magából. És ez ilyen. Hát ugye ezek ilyen kínai ledek és nincsenek behangolva a színhőmérsékletre. Na. Csárfiú. De ronda ez itt hátul, nem? De. Miért nem rakod rá az egészet? Mert fölösleges, tehát most körbe ragaszgasson az egészet. Totál mindegy. Totál fölösleges. Akkor ugye elvakítsa. Érti? Tetszik érteni? Sőt, jobbat tudok, jobbat tudok. Ami elfér hátul, az elfér hátul. Akkor nem kell nézni. Énni. Akkor még itt lehet le fölkapcsolgatni.
Ja, vágom. Szóval, hogyha nézem itt a tévét, éjjel, kállítsunk már be valami szint neki, ami kellemesebbet mondjuk. Kupi piros. Cool, nem? Zöld. Nincs is felkúrva teljesen a fényerő, ha jól tudom. Ja, ez a fél. Hát, azt, hogy ott van az az orsót hátul, az engem nem zavar. Ez a perspektívám. Innen nézem a tévét. Úgyhogy... Na most egy kicsit le kell kapcsoljam a villanyt. Engem nem fogtok látni. Meg én se semmi mást. Mert hogy... Zsá! Nagyon sátáni! Viszont látom az összes... Ezért is. Jaj, te fiam. Egy baj van, a távirányítót nem látom. Hova tettem? Hova lett? Na most jön az agyfasz. Figyeljetek csak. Most indul. Most indul az agyfasz. Hogy az előbb még itt volt a kezembe, és kapcsolgattam vele azt a szart, és elfordultam egy pillanatra, és eltűnt valami fekete lyukba, hé! Hey! De most szóljon, aki látja, mert most komolyan mondom, hogy az ilyentől szoktam sikítófrászt kapni, ugye egyébként. De még csak annyi, hogy el sem mentem egy lépésre. Á, francok, semmi! Csak elfordultam. Elfordultam, és eltűnt, bazd meg. Felálltam, hogy lekapcsoljam a villanyt. Aztán kell itt alsóban hagyni. Elfordultam, hogy lekapcsoljam a villanyt, és bazd meg, eltűnt a távirányító. És akkor kérdik, hogy miért baszom fel mindig? Ezért bazd meg. Hogy eltűnnek a dolgok, hova lett? De most komolyan mondom. Itt van, hogy megfordult fejjel lefelé, hogy rohadjon meg, aki a fekete cuccokat kitalálta. Fekete szobába, bazd meg, fekete tévé, fekete távkapcsoló. Na, agyfaszom. Jó, már megvan. Ennyi volt az agyfasz. Akkor látni kéne, hogy kék. Hát ez ilyen kékes kék. Ez szerintem az... Hát vannak itt ilyen kevert kékek is, ilyen ciános. Meg bíboros. Na, magenta. Magenta TV, bazd meg. Nem. T-Home. TV-Go, vagy minek hívják. TV-távirányító is megvan. A TV-távirányítója az bedöglött, narancsszínű. TV-távirányítója az bedöglött, és tját a fejű Star Trek, hé! Hey. Effekt. Mit bír az effekt? Wow! Szóval a TV-távirányítója az megdöglött nekem, mint a Sanyi, a patásnak, és cseréltem benne elemet, azt hittem csak annyi lesz a gondja, de nem. Végül is. Na, nekem ez a szint tetszik, úgyhogy ez lesz. Itt éjjel. Megnézem, lefekszem ide hátra. Mennyire cool. Jaj, hát az nagyon cool. Na, be kéne kapcsolni a tévét, ugye? Most nem tudok streamelni róla semmit se. Mert hogy ki van kapcsolva a számítógép? Tiszta Disco Night Club hangulat, ujjj! Na szóval a TV távirányító az ott vet itt a képet, izé! Chromecast! Na? Milyen? Zsivány, nem? Ah, nekem nem tetszik. Le is lehet tompítani ezt a fényt. Kicsit dimmelni szerintem. Ha meg tudom így több énekezem, mert... Nem tudom. Kicsit még gyakorolni kéne a távirányító.
irányítását. Na mindegy. Úgyhogy a tévét kikapcsolni is fel kell kelni, le kell feküdni. Akkor fel fog kelni, ezt akkor ráirányítom a távirányítót, és akkor majd off-olni fog. Hát, miért nem veszed lejjebb a fényre, itt a fejem? Nézed már te. Hát ez a távirányító. Uff, on. Vagyis le van teljesen nyomva? Aha. Jó, igen. Jó, akkor kicsit lejjebb izéljük, lejjebb halványítjuk. Komolyan ezt le lehet offolni. És ilyen fasza lesz. Na. Jó van. Ah, mi maradt itt? Szóval a tévé távirányítóval nem foglalkozok, mert... Inkább majd veszek egy másikat, ha nagyon fog hiányozni. Az nálam is így van, valami a kezemben leteszem, pár másodpercemben leltűnik, akik nem találom. Hát tőle ez a sokszor. Most megint nem találom. Most már megint... De várjál. Don't panic. Most itt van, itt hever a földön. De szoktam távirányítókat, meg ezeket a szarokat ide rakni egy helyre. Akkor nem áll fenn a veszély, hogy eltűnne. Csináljunk már egy kis szót fit. Védni. Ja. Órákig nem találom. Ez velem volt, úgyhogy ez a kedvenc szakállágó ollómat, ezért fél évig nem találtam. És vettem már három új ollót a izébe. Rossz panba, egyik szarabb volt, mint a másik. És... Hát na. Végül megtaláltam, amikor költöztem, akkor találtam meg. Benn volt valami, szerintem a számítógép ház alatt volt. Lejtettem, berúgtam alá, azt annyira lapos volt, hogy ez szépen befér. Na. Ennyi volt most a szerelés, szerintem. Úgy látom, még egy-két sarok kimaradt a takarításnál. Olyan jó volt a paukokat kifele szippantani az üregükből. Jaj, de jó volt. Szerettem. Ebay-re rendeltem 2 darab 50 cm fölül van ragasztva a tévé átlapja, USB a vége, tévével együtt kapcsolva a tiéd is. Ennek nem USB-s a vége, láttad ilyen 4 vagy 5 tűs, ilyen akármi. Mert igen, akkor meg lehetne csinálni, hogy ugye ledugni a tévének van egy USB ajzata, amit nem használunk. És merizéről, számítógépről szoktuk rá streamelni, vagy telefonról a cuccot. Kapcsoltam be a számítógépet. És na. Ez a feketével mindig megszopottnak mindenkit, mert mindig kírja a Windows, hogy tetszik a látvány. És ha nem tetszik, mit tudok ellene tenni? Várja, visszarakjuk az egeret jobb kézre. Hiába tudok már jobb kézzel egerezni, egyszerűen nem, nincs olyan hosszú kezem. Szerintünk ezek az erdei antilopok nagyszerűek. Azok mi az? Izé, Discovery ismerete? Tetszik a látvány? Hallod, itt nincs ilyen, hogy ja, nem tetszik, jó van, most már vár, akkor eddig nem volt. Na, a háttérben Chicago sziluettje, semmi kétség, afel, hogy azon az egyetlen nagy tavon vagyunk, amely teljes terület az USA-ban, tehát tetszik a látvány. Hát, mondjuk, tetszik, annyira nem nagy szám, de jól van. Nem érdekezte engem. Úgyhogy most már
amint látszik, tudok jobb kézzel egerészni, csak hogy mindig bal felől ülök az asztalhoz, a monitor is egy kicsit el van fordítva, ezért a jobb kezem még nem elég egyenes hozzá, tehát még van neki híja. Ilyen komolyan megkérdezi, hát nem mondod, hogy nincs Windows a gépeden, szóval a karom ennyire egyenesedett ki eddig az edzések hatására. Ha most valakit úgy érdekelne komolyabban, a csuklóm ilyen, egész szép befort, a könyököm ilyen. Elég kompaktnak tűnik ez a kis szoba, hát ez az is. Ez az is. Ez körülbelül szerintem így ránézve ez 3x3. 3x3-as. Tehát itt pont annyi hely van, látod, hogy itt van egy fali polc, és akkor itt a polc mellett van a számítógépasztal, ami mellett egy ilyen szekrény fér be, amiben a tévé van, és akkor az ott már itt már az ágyon van. Itt túloldalon meg ugye itt van a polcsó szekrények, és itt már az ajtó van. Tehát ez egy picike szoba. De van Vintizes, de ilyen hülyeségekkel nem kérdez meg, vagy nem állítottam. Már pedig ez gyári beállítás, mert én már nagyon régen leszoktam arra, hogy tweakeljem az operációs rendszereket. Egy kézzel a redőny, jobb kézzel a redőny. Ilyeneket kell csinálni, mert mindent, amit lehet, azt jobb kézzel kell csinálni. Aztán. És akkor majd jó lesz. Na, világít a tévé. És erről eszembe jutott, hogy mikor kicsik voltunk, dédi nagymamámnál nyaraltunk. On. Kékséget is. És unokatesómékka. A déd nagyanyámnak volt a szobájában egy Krisztus feszület, hogy fel volt akasztva a falra, és akkor az pedig foszforeszkált. Tehát ugye a lámpa, a fényt, amit begyűjtött, azt utána estig, este éjszaka egy darabig kisugárazott. Tehát az a rendes foszforeszkálós műanyag, és akkor lekapcsolta egy nagyanyánk a villanyt, és akkor unokatesom megjegyezte, hogy nézzétek csak, hogy világít a kurva Isten. És akkor azon rögtünk egy csomó, hogy hát a szállóig elett, és de egy nagyanyám mikor meghallotta, hogy világít a kurva Isten. Akkor jaj, hogy mikor lettél te ateista? Sose voltam híve, te fél. Nálunk ez mindig vicc téma volt. Ez a vallás, meg ez többi dolog, hogy... Na. Szóval ilyenek voltunk gyerekként. Ennyire hajlik ez a kéz. Tarkom mögé. Ez fáj ez a könyök. Ennél jobban feszítem. Már mi hiányzik a másik ház? Hát tény, ami tény, hogy ugye kellemesebb volt, ugye mert nagyobb volt benne a tér, de most más lakik benne. Hát most. Meg egy nagy baja volt annak a háznak egyébként. Hát a kettő nagy baja, a fő baja az volt, hogy hát nem a másodlagos baj az volt, ugye, hogy harmadik emeletre felmászkálni állandóan, az egy azért... Hát az hosszú időn keresztül az fárasztó. A fő problémája pedig az ugye, hogy Nyírbátorban volt. Ete van. Aztán ennyi. Akkor régen ott is volt világítós. Volt bizony, csak nem Szűz Mária, hanem a kurva Isten. Bizony. Jó van. Beszereltem mindent, most már nézni kell egy kis YouTube-ot, mert van, úgyhogy jönnek itt nekem az értesítések a telefonon, végig se bírom nézni. Na, mostam, de még hónap is fogok mosni, szerintem annyi cula van,
Csak előbb még ez megvárom, még egy részennek beszárad, az kész. Na, jó van, tartsatok velem legközelebb is. Nem mondom, mikor jelentkezek, majd úgy lesz kedvem, akkor bekapcsolom a lájomat, azt jön, aki jön. Na, sziasztok!